Harmadik fejezet. Végül pedig arra kérünk, testvérek, hogy imádkozzatok értünk. Imádkozzatok, hogy az Úr üzenete mindenhol gyorsan és akadálytalanul terjedjen, és győzzön, mint ahogy az nálatok is történt. Imádkozzatok, hogy Isten szabadítson, és védjen meg bennünket minden rossz és gonosz embertől. Mert nem mindenki hisz az evangélium üzenetében. Az Úr azonban hűséges, megerősít, és megvéd titeket a gonosztól. Az Úrra való tekintettel bízunk bennetek, hogy megtartjátok mindazt, amit tanácsoltunk és parancsoltunk nektek, de nem csak most, hanem a jövőben is. Az Úr irányítsa a szíveteket arra, hogy Istent teljes szívvel szeressétek, és kitartóan várjátok Krisztust, amíg visszatér. Most pedig, Urunk Jézus Krisztus nevében parancsolunk nektek, testvérek, hogy vonuljatok vissza, és maradjatok távol minden olyan hívő embertől, aki rendetlenül él és nem akar dolgozni. Mert az ilyen ember nem aszerint a tanítás szerint él, amit tőlünk kaptatok. Hiszen jól tudjátok, milyen példát mutattunk nektek. Amikor köztetek éltünk, soha nem lustálkodtunk. Nem ettük ingyen senkinek a kenyerét, hanem mindig fizettünk érte. Éjjel-nappal keményen dolgoztunk, hogy ne nektek kelljen gondoskodnotok rólunk. Pedig jogunk lett volna rá. De mi nem éltünk ezzel a jogunkkal, hogy a saját példánkat állítsuk elétek, hogy kövessetek bennünket. Ezért is parancsoltuk nektek, amikor nálatok voltunk, aki nem akar dolgozni, ne is egyen. Mindezt azért mondjuk, mert hallottuk, hogy vannak köztetek, akik rendetlenül élnek és nem akarnak dolgozni. Sőt, ahelyett, hogy a saját dolgukat végeznék, beleavatkoznak mások dolgába. Az ilyeneknek megparancsoljuk, és sürgetjük is őket Urunk Jézus Krisztus nevében, hogy nem másokkal foglalkozzanak, hanem maradjanak nyugton, dolgozzanak, és a maguk keresetéből éljenek. Ti azonban, testvérek, ne fáradjatok bele, hogy jót tegyetek. Ha valaki közületek nem akar engedelmeskedni annak, amit ebben a levélben írunk, kérlek, ne tartsatok vele szoros kapcsolatot, hogy elszégyelje magát, de azért ne tekintsétek ellenségnek, csak figyelmeztessétek, ahogyan testvéreinket szoktok. Maga a békesség Ura adjon nektek mindig és minden körülmények között békességet. Az Úr legyen veletek. Ezt a köszöntést a saját kezemmel írtam, Pál. Minden levelemet így szoktam befejezni. Ebből tudhatjátok, hogy valóban én küldöm. Így írok. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek.